A román tanügy jelenleg 7-es osztályzatot érdemel, de amennyiben a PSD-ALDE koalíció még 6 évig kormányon marad, akkor eléri a 10-es szintet. Ezt Liviu Pop tanügyminiszter nyilatkozta. A kijelentés heves reakciókat váltott ki, nem csak az érintettek, de a közvélemény részéről is. Körülbelül 5-ös osztályozásra lehetne tenni. Ezt mondta Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója, amikor arról kérdeztük, alulértékelte-e vagy sem a hazai oktatási rendszer állapotát a tanügyminiszter. Szerinte a valós helyzet rosszabb, mint amilyennek azt Liviu Pop értékeli, de egyelőre úgy tűnik, hogy az ő személye sem jelent megoldást erre. Az, hogy a miniszter úr úgy nyilatkozott, hogy ez csak akkor lesz 10-es, hogyha stabilitást kapunk az ő kormányuk alatt, és főleg az ő vezetése alatt. Hát ez eléggé érdekes kijelentés volt számára, mivel az eddigi tevékenysége az nem éppen ezt példázza, hogy ő képes ezt megvalósítani. A hazai tanügyi rendszert évről évre kritikával illetik, idén azonban ezt csúcsra járatták. Az új tankönyvek nem készültek el időre, ugyanakkor egy vitatott és sokak szerint értelmetlen testnevelés tankönyv látott világot. De mindez csak a felszín, ennél több és mélyebb probléma is akad, amellyel sokszor már a felsőoktatási intézmények szembesülnek. Balogh Adalbert, a Szapiencia MTE oktatásért felelős rektor helyettese ugyan nem osztályozná a román tanügy színvonalát, de azt mondja, egyértelműek a hiányosságok. Ezekkel mondjuk, hogy azért a román nyelvismerete az egy viszonylag aktuális probléma. Van román választható kurzusunk, választják is ezt a diákok, próbáljuk több-kevesebb sikerrel őket a kollégák fölkészíteni, de nyilván mivel szaktantárgyak is jócskán vannak, azért talán itt ebben még van mit behozzunk, dolgozzunk. A tanügyminiszternek egyébként nem ez az első vitatott kijelentése. Korábban azt állította, hogy az oktatás valóban ingyenes, hiszen egyik részét az állam állja, a másikat a szülők, így a tanulóknak az nem kerül pénzbe. De azzal is dicsekedett, hogy az ő intelligenciai hányadosa egy teszt szerint csupán 60-as, és mégis miniszter lehet.